Vasárnap újabb évet zárunk. Ilyenkor érdemes számot vetni, értékelni és levonni a tanulságot, hogy ünnepelve léphessünk be az új évbe. Pontán, ami jön, ami jön, ami jó lesz, ami jó lesz, ami nem, az nem. Arra vágyunk, hogy mindenkinek jó legyen, mindenkinek szép legyen, és mindenkinek boldog új évet kívánunk. Az ilyenkor hagyományos ételekkel is készülnek a szokásos pezsgős kocintáson kívül. A nagyobbik lányom most éppen Szegeden van, valószínűleg ott fog szilveszterezni, hogyha ez a kérdés. Egyébként meg a szokásos módon, mint minden más család, lencsével, pezsgővel, úgyhogy hasonló módon készülünk. Azok is reménytelen készülnek a 2024. évre, akiknek családjában betegséggel küzdő van. Az én mostani szilveszterem tekintettel arra, hogy a családban beteg is van. És hát most is járok bevásárolni utolsó pillanatokban. A fiatal nagyszülők örömmel vigyáznak a pici unokákra, de itt sem maradhatnak el az ilyenkor a megszokott ételek az asztalról. Van egy 7 hónapos unokám, és a lányom kérdezte, hogy vigyáznánk-e rá. Hát természetesen igent mondtunk, úgyhogy az idén a babával töltjük a szilvesztert. Hagyományosan virsli, és nyilván új évkor lencse, főzelék, hús nélkül természetesen. Az új év ünnepi köszöntése kiváló alkalom arra is, hogy bizonyos dolgokon változtassunk egy sikeresebb, boldogabb esztendő reményében.